A hivatalos közlés szerint kutatási tevékenységében szeretett volna elmélyedni, valamint családi problémái miatt mondott le a múlt héten posztjáról Szabó Ferenc Körment KDNP-s alpolgármestere, akiről kiderült, hogy évek óta viszonya volt egy jelenleg 16 éves lánnyal. A szülők feljelentése alapján a rendőrség vizsgálatot indított. A KDNP elnöke azt mondta, ha Szabó Ferenc nem lép ki, akkor kirúgják a pártból, ha beigazolódik a gyanú. Nem nyilatkozik Körmenden senki a vezetők közül a történtekről. Sem a polgármesteri hivatalban, sem az alpolgármester iskolájában nem kommentálta senki a történteket. A megyei ellenzéki vezetők szerint is felháborító, ami Körmenden az eddigi gyanú szerint évek óta zajlott. A Fidesz-KDNP állandóan azt papolja, az erkölcsről és a hitről beszél, és közben pedig az ellenkezőjét teszi. Én azt gondolom, hogy ezek után, aki ezt a bűnt elkövette, semmi helye sem az önkormányzatnál, sem a képviselőtestületben, sem pedig a politikában. Ami Szabó Ferenc politikai felelősségét illeti, az szintén fennáll. Úgy gondolom, hogy ő neki abban a pillanatban távoznia kellett volna a posztjáról, amikor ezek a mendemondák Körmenden elterjedtek, illetve a pártjának, a kereszténydemokrata néppártnak, a Fidesz-KDNP-nek őt fel kellett volna állítani. A körmendi alpolgármester ügye az országos politikáig elért. Az ATV.hu értesülése szerint Harag Péter, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy ha Szabó magától nem lép ki, akkor kizárják a pártból, ha bebizonyosodik a gyanú. Körmenden botrány van. Kevés borzasztóbb dolog történhet a Körmendinél, ezt Bangóné Borbé Ildikó mondta a hírre reagálva. A szocialista képviselő szerint ezt mindenkinek el kell ítélnie. El kell ítélniük ezt a politikust, ki kell zárni a soraikból, és ha ezt nem teszik meg a mai nap folyamán, akkor legyenek szívesek, és kaparják le a KDNP nevet minden egyes táblájukról, mert ezek az emberek nem viselhetik azt a szót, hogy keresztény. A Fidesz frakció vezetője szerint óvatosan kell kezelni a sajtóhíreket. Kósa Lajos szerint, ha valóban úgy történtek a dolgok, ahogy az megjelent a sajtóban, az komoly morális probléma, és nincs helye a közéletben, aki ilyet tesz. Amennyiben megválasztott képviselő ilyet cselekszik, akkor az méltatlan az emberek bizalmára, és szerintem mindenféle mandátumáról le kell mondani. Szabó Ferencet nem lehetett elérni, a szülők sem nyilatkoztak. Az apa az ATV.hu-nak is csak annyit mondott, hogy nem kívánja a feljelentést kommentálni, mert annak politikai vonzata van. A Klik válaszolt a portál érdeklődésére. Azt írták, nekik nincs tényszerű tudomásuk, hogy az érintett pedagógussal a közvádra üldözendő büntet megalapozott gyanúját közölték volna. A rendőrség sem nyilatkozik, de a feljelentés tényét megerősítették.